Félvezetők gyártásával iparosítaná újra az országot a gazdasági miniszter. Erről sajtótájékoztatón számolt be Florin Spătaru, aki szerint több nagyvállalat is jelezte már, hogy hajlandó beruházni ezen a téren Romániában. A mikroelektronika fejlesztése az egyik prioritása a gazdasági miniszternek. Florin Spătaru ugyanis úgy véli, ezen a téren indulhat el az ország újraiparosítása. Ez a piac ugyanakkor óriási. Románia jelenleg több mint 20 milliárd euró értékben importál elektronikai cikkeket. A gazdasági tárcavezető a félvezetők gyártásával lendíteni fel az ipart. Mint fogalmazott, erre mintegy 500 millió euró áll majd rendelkezésre az országos helyreállítási terv keretében. Főként az autóiparra összpontosítunk, de vannak nagygyártók, akik fejleszteni akarják gyártási kapacitásukat, és minden bizonnyal nem fognak megállni csak az autóiparnál. A mezőgazdaságban is szükség van a félvezetőkre, az automatizálásra, mert a hazai mezőgazdaság nem úgy működik, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ilyen termékekre van szükség. Várjuk a befektetőket, hogy felhasználják a helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló pénzösszeget, illetve az IT-szektor adta lehetőségeket, és Romániába fektessenek be. A félvezetők hiánya miatt egyébként az év elején 3 napig felfüggesztették a gyártást a Dacia vállalat Miovenyi üzemében. Ennek hátterében az állt, hogy globális szinten megnövekedett a kereslet a félvezetőkre, mikrovezérlőkre, a járvány miatti korlátozások következtében pedig az autógyártók nehezen jutottak hozzá ezekhez az alkatrészekhez. A helyzet azóta valamelyest javult, de az elmúlt hónapokban is előfordult már, hogy termelésük átütemezésére kényszerültek az autógyártók a félvezetők és mikrovezérlők hiánya miatt.